Üdvözlök ismételen mindenkit, utána Halató vagyok. És látszik az, hogy még én kint vagyok itten a ilyen határban. Nagyon sokáig nem voltak ilyen videók. Ez annak a jele, hogy az ördög mindent megtesz, hogy ne legyen. Látszik egy kicsit két-kettő kamera van az előző videóban. És képzeljétek el azt. Sikerült! 4 napja nem nézek semmilyen vacak tévét, sorozatokat. Egyszerűen vagyan az ördög befolyásához tartoztam, és hogy elkezdtem nézni ilyen filmeket, sorozatokat. És jönni androidos telefonokat. Komoly gondok voltak. És még lesznek ilyen videók is. És mostan nagyon sokáig nem volt. Nem az, hogy nem volt idő, de egyszerűen vannak olyanok, akik befolyásolják az ördögöt. Az ördög mindent megtesz, hogy a munkás, nem az az ördög, a másik ördög, hogy a munkás kapjon külön jogokat. Ha vagyok itt ezeken a településeken, itten nagyon nagy a munkásnak a joga, némelyiknek én pénzt nem adnak. Megtehetik. Ingyen élők. Olyanok, akik aztán meg kurvákhoz járnak. Vannak ilyenek is. Szoktak is lenni. Maradnak is. És most hirtelen nem tudom, milyen téma legyen. Lenni témák, voltak ilyen hatalmi szárák, voltak ilyen járnak kurvázni, voltak. És én vagy más téma, ilyen pszichopata óvónők. És itt van mindennek annak a jele, akinek kialakul ez a folytonos tévénézés, rászoktatás, szenvedélyes másokat való figyelés, mind-mind az óvónő tehet róla. És jártam jó sokat a pszichopata oktatásba. 18 évet. 18 évet jártam hülyék közé. Akiknek fontos volt az online filmek, vacak, animációs filmek nézegetése, azon tudták legjobban magukat kielégíteni, vagy inkább elvégeztetni, és az, aki képes volt azt nézni, az nyugodtan elment ilyen sorozat gyártásba, beállt, felhúzza a munkásruhát és dolgozik. És azt hiszi, hogy normál. Nem arról van szó, hogy itt nem dolgozgatnak, vagy nem. Az tisztára el van nyomva. Van olyanra is példa, hogy kimegy külföldre, és aztán vesz ilyen kurvákat. Azért veszi meg, mert nem kapja meg. Máshol meg, vannak ilyen EB selejtezők. És ott tudják, ahol vannak ilyen sportrendezvények, meg munkás rétegek mindig ott szoktak lenni. Legyenek. Szegény, gyöngelmélyű munkásokat ki kell elégíteni. De olyan is szokott lenni, hogy nem fizetnek eleget. És mit kell akkor csinálni a munkással? Jó, mert szét kell verni. Egyszerűen a munkás egy szociális ember. Arra megy, hogy minél több mindent ingyen megkapjon. És azt hiszi, hogy ingyen mindent megkap. Nagyon téved! Legyen! Hát... meg kell azt értenetek, le kell szoknotok a folytonos virtuális világról, a tévénézésről, meg a más dolgokról, mik virtuálisan vannak. És annyi, hogy ti megkapjátok azt a virtuálisan, amit a valóságban. És meg lehetne. Vannak ilyen kicsi hibák. Szoktak lenni. A mágiai szémá. Rossz környezetben már munkás szavakat használok. Mert nem azt mondtam, hogy mondok, hanem használni. Használni meg, kapni, adni, csinálni, mind-mind. Leggyöngébb elmét, amivel lehet irányítani. Ez így szokott lenni. Ez itten a valóságban. Nem valami kitalált. Másban, még itt nézek kicsit körül. Nézem a tájat, élesítem a szememet. Ezen a fényét is lehet látni egy vasútat. Az látszik meg, hogy jó régen van építve. Emletileg a 2011-re itt már dupla vágányonak kell lennie. 10 éve nincsen semmi. Megint munkásszó volt. Egyszerűen annyira megromlott az agyam a röpke. Hány év alatt figyelj számom? 2 év alatt, inkább 3 év alatt. Most van 2021, 2018, hát most gondolkodok, mikor voltam még aktív. Ja, emlékszek már 2018-ban. Hát tiszta lazán, megyek így a városba, Újvidéken. Nagyba kamerázgatok. Szokás szerint volt egy régebbi Samsung, az új volt, nem volt telefon, és megyek, közben néhány másikat nyugodtan, lazán, vannak ezek a híségjákok, amit el lehet szívni, néhányak, nyugodtan eszi a másik, becsavarja, nyugodtan köztéren, tiszta lazán, kezdhet űzni. Ezt a lazaságot kezdtem elveszíteni, mert ez az oktatásban olyan személyekkel voltam részben, akik nem voltak olyanok. Nem voltak lazák. Megfonni, és akkor valamit bekeverni, és aztán elszívni. Nem voltak tiszták. Főleg már ilyen tanulóréteg, azok nem voltak nagyon lazak. Ott is kezdődött újból, szokás szerint, nyomkodni a telefonokat. Nyomkodom. Játszok játékot. Jó, de jó. Nem mint hogy saját magát feleszette volna agyilag, meg kicsikét a testét izmosította volna, hanem inkább virtuálisan nyilveszkedett tovább. Ez történt, voltak ilyenek, még lesznek is. Ilyen rövidke összefoglalóként. Sok mindent lehetett volna változtatni, inkább elromlódott. Rossz réteg közé mész, mindig rossz felé megyek. Így szokott lenni. Itt tartunk ilyen, vannak a gyengébb rétegek, munkás rétegek, külveszett rétegeződés. És itt van, hogy ez a rétegeződés, ez egyház javaslatára jött létre. Voltak ilyen régebbi videók, ilyen kezdődött a csatorna 2017-2018 végén, meg a 2019-es év elején. Ja, vagy inkább a végén voltak, róla is szó, hogy rétegeződés. Az jelenti, hogy te rétegeződesz valahova, külön jöttek létre az iparosok. Ja. Én nem is van a rétegeződés, figyelj ezt el. Én ilyen munkások, akik gyárba dolgoznak, nem állok szóba. Eddig életemben szobáltam, annak volt külön, hogy is hívja, elkja, számjai önmagát elláttak, kiváltak. Megvan, hogy kit kell szoktam szobálni, jobban ilyen nagyobb. Főleg ilyen földművesek, ilyen régebben is ilyen lovas tenyésztőkkel, nagyobb parasztokkal. Szóval arról van szó itten, nem kell összeállni a gyöngébb rétegekkel. Leggyöngébbek a szociális munkások, akik azt hiszik, hogy megvan, nyomják folyton a telefont, a virtuális lábban élnek, olyanokkal nem barátkozok. Minden barátkozni, amúgy sem szoktam. Nagyon senkivel se. Én akkor csinálom, milyen lényeg van, megint rossz mellé beszélek. Ez a sok munkászó. Én tudom azt, hogy kell kamerázgatni, de hogy kinek kell, nem tudom. Pont a személyét, nem tudom, se az arcát, vagy nézni, maszkot hordott. Én nem tudom, én csak vagyok itt, közben megy a videó. Legfőbb erényem a megbízhatóság. Láttunk egy nyulat is, nagyba ment, volt, és lesznek is, még szoktak lenni, volnak is, nyulacskák, szaladgálnak. És vannak. Vannak ilyenek földvételek is. Ez a videó ilyen 15 perc, mindjárt meg lesz. Ilyen utolsó 2 percben, hogy én szerintem, mások szerint is, hogy van az akarat kérdés az egész. Szerintem mindenki képes volna arra, hogy naponta van ilyen munka, én inkább azt ajánlom, hogy forgalmazni ilyen 8 órás munkákat, vagy inkább 6 órásokat, és aztán szabadidőben tényleg kamerázni, fényképezni valamit, feltölteni az internetre.